Négy darab háló nélküli kapu, nyakigérő gaz és egy láthatatlan futópálya. Ez lett abból a sportpálya felújítási projektből, amire 20 milliós állami támogatást kapott a Heves megyei Mezőszemere. Kéne lennie egy futópályának. De hol? Hosszas keresgélés után megtaláltuk a futópályát, vagy legalábbis ami maradt belőle. A pénzt sportinfrastruktúra fejlesztésére tervezték költeni. Eredeti tervek szerint a sportpálya felújítása mellett egy kisebb méretű pályát, kerítést, védőhálót, futópályát és atlétikai létesítményeket is építettek volna a területen. Valahol azonban hiba csúszott a tervbe, hiszen a pálya mai napig nem készült el. De mi lehetett a baj? Először is későn, 2018. októberében kapott észbe az akkori polgármester, hogy évvégéig be kellene fejezni a projektet, különben oda a támogatás. A képviselőtestület ekkor még abban a hitben élt, hogy ráérnek 2019-ig a felújítással. Rekordsebességgel választottak is kivitelezőt, a legolcsóbb ajánlatot adó Bódi Művek Kft-t, akik 22,6 millió forintot kértek a munkáért. A céget annak ellenére bízták meg a sportpálya felújításával, hogy nem találtak hasonló munkát a referenciáik között. Pár két hónap alatt nem sikerült végére érni a munkálatoknak, az önkormányzat mégis úgy döntött, kifizetik a vállalkozót és átveszik a félkész beruházást, hogy ne bukják el a pénzt. Ez, mint később kiderült, nem volt bölcs döntés, ugyanis a papíron kész sportpálya, amit 2019-ben ünnepélyes keretek között meg is nyitottak, távol állt a befejezettől. Olyannyira, hogy a kapott 20 milliós támogatást egy ellenőrzést követően tavaly vissza is kellett fizetni az államnak. Az indoklás szerint az önkormányzat nem a pályázati kiírásnak megfelelően használta fel a pénzt. A szétrohadt pályára így eléggé ráfizetett az önkormányzat. Jelenleg Mezőszemere fut a pénzért, az önkormányzat és a felújításért felelős Bódi Művek Kft. Bírósági úton próbálja eldönteni, ki a felelős a kialakult helyzetért. Szerettünk volna beszélni a jelenlegi polgármesterrel, de ő leginkább azt szerette volna, ha egyáltalán nem is foglalkozunk az üggyel. Jakab Gábor, a település polgármestere telefonon arról beszélt, hogy nyugalmat kíván a falunak, ez az ügy pedig szerinte ennek az ellenkezőjét teszi. Annyit végül megígért, hogy amennyiben a cégtől kapunk választ, e-mailben ő is reagál kérdéseinkre, ám ez végül nem történt meg. A Bódi Művek Kft. Többségi tulajdonosa egy fideszes egri politikus, Bódi Zsolt, aki az Átlátszónak elmondta, álláspontjuk szerint a füvesítés kivételével megvalósult a projekt. Arra pedig azért nem került sor, mert az önkormányzat nem rendelkezett kiépített locsolóberendezéssel, így várni kellett a fűmagok elvetésével. Később pedig már a focipályát ellepő méteres gaz gátolta meg a munkálatokat.